A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő RP-ben. Hát most az a helyzet, hogy el kellett mennünk a motorosokhoz, úgyhogy most egy kis beszélgetést fogtok hallani, de jó dolgok kerekednek most ebből, hogy oda mentünk kicsit kuncsorogni. Ezen kívül ne felejtsétek el, hogy a Speedlink Instagram oldalán még mindig ott van a nyereményjáték. 12-én sorsolnak, úgyhogy a leírásba ide dobom a Speedlink Instagram oldalát. Nézzetek fel, mert tudtok nyerni viszonylag egyszerű módon, úgyhogy csekkoljatok fel oda, és most pedig nézzük az RP-t. Viszont előtte még ezt szeretném mondani, hogy kikerült az Anfield Max formáció új promója, ugyanis jövő héten, most hétvégén érkezik a zene, és Mike Tyson névre fog hallgatni, úgyhogy azt is ide dobom a leírásba, nézzetek fel oda is. Most pedig nézzük akkor az RP-t. Na, tesikém, még mindig still in the pink. Nagyon jól néz ki. Yeah. Na figyelj, jaj, remegsz egy kicsit, Tobikám. Bocsánat, fel az ideg, Tobi. Nézzük meg a favágó cimboráinkat. Helyette a motoros cimboráinkat. Csak hát olykor favágó. Olykor favágók éppen, amikor milyen kedvük van. Menjünk, mert múltkor ugye elszokaltak voltak, aztán nézzük meg, hogy mi a szitu velük. Jó, Léci, jelöld már. Jelölöm. Remélem van valami kis melójuk, vagy ilyesmi, mert hát kifejezetten jól jönne. Mindenképpen, és én azt mondom, hogy azért, jaj, mi az a piros? Wow, tehát nyugodtan, szerintem, hogyha arról van szó, akkor nyugodtan, hogy mondjam, menjünk szorosabb vizekre velük. Na, ezt aztán jól megmondtam. Igen, ez nagyon jó volt. Ez nagyon a filmbe illő jelenet volt. Abszolút. Szorosabb vizek. Ezt a Titanicból szedtem, tesó. Na, csontos, tehát, hogy, samu, szorosabb vizek. Így van. A Závoda Péter, gyakorlatilag elbújhatsz. Na de, a lényeg az, hogy te nyugodtan hogy mondjam, tényleg legyünk velük szorosabb kapcsolatban, mert tényleg el kéne jutni valahol most már pénzszerzésügyileg. Igen, meg azért ők már többször bizonyítottak nekünk, hogy megbízhatóak, stb. Meg nem csak az is, persze, az is, hogy megbízhatóak is, de úgy szimpatikusabbak is voltak mindig is, mint mondjuk Igen. ez a fogadóiroda. Úgyhogy én azt mondom, Jézusom Tobi, mi az a lábad? Jézusom Tobi. Na, megérkeztünk. Képzeld el, Tobi, közben elkezdtem fuvarozgatni itt is. Igen. Ja, nyomtam pár, majd mesélek róla. De hát nyilván nem saját cég, tehát Isten ments tőle. De van akkor zsettád, mi? Van, de nem olyan sok, nehogy azt hidd, mert 12.000 dollár volt a beugró. Azt a rohadteget. Hello! Jó napot! Jó napot! Ciao, találkoztunk már ugye, a csontosék, mi vagyunk a csontosék. Hello. Sziasztok! Még annó! Aha, emlékszek. Figyú, azt, hogy megkérhetnék titeket, hogy a másik parkolóba álljatok már az persze! Személyzetük. Persze, Tobi! Átállsz? Istenem! Yes! Jó, nem tudtuk, hogy személyzet. Olyan sok személyzet van most itt, hogy sajnos át kell állnom. Rohadt életbe. Mert tele van a parkoló, az a rohadt nagy helyzet. Hát hallod? Mi az, hogy személyzeti? Miért? Hát így hagyjuk itt az autót, gyönyörűen leparkolva vonalon túlra. Ahogyni. Na. Személyzeti. Hát még személyzeti, he. Hol a Samu? Hello. Hello. Mi áradban? Megérkeztünk ide. Gondoltuk, visszajövünk a múltkori után Samuval, hogy akkor dumáljunk, hogy mi újság van. Samu, egyébként mi a szar rajtad az a Ciao. Sapka? Ezt mondom, én ezt akartam volna én is levásárolni magamról, de nem sikerült. Nem baj, nem volt Roland, mi a pálya? Minden rendben van veletek. Figyelj, jól vagyunk, pont itt meséltem itt a szőkének, hogy szőkének. Üldöztek minket egy Cybertruck-kal. Képzeld el. Üldöztek, tehát úgy képzeld el, hogy felszólítottak minket, hogy egy random az utcán, tehát körülbelül egy ilyen utcán, mint amit kint van nagyjából, ilyen jellegű helyen. Felszólítottak minket arra, hogy szálljunk ki azonnal. Kérdezte Tobi, hogy miért, mondták azt, hogy csak úgy, ilyen maszkosok voltak, abban a pillanatban rúgtam el a kocsit. Nem tudjátok, kik azok Cybertruck-kal? Hát tudjuk, mert van tippünk, nem mindenkinek van. Mert ugye
van nekünk is amúgy egy, de nem mi voltunk, megnyugodhattok. Jó, nem azt, mert ugye gondolkoztunk azon, mert Tobi mondta, hogy lehet, hogy valami, nem tudom, valami szervezet, tehát valami teljesen... Rendőrség, katonasság, vagy ilyesmi, de akkor ezek szerint nem, mert a kollega is azt mondta, hogy nem viszi. Rendőrség biztos, hogy nem. Szerintem lehet, hogy szervezet, csak nem éppen a jó oldal. Aha, akkor szépen leráztuk őket, ügyes volt. Akkor jó, hogy leráztuk. Sajnos ezt nem láttátok. Jó, megy akkor a kocsi. Nem megy jól, de nagyon, nagyon furfangos módszerekkel tudtuk őket rá. Értem. Na de mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? Minden rendben van, most letörölgettük a motorokat, kinyitunk, szép lassan. Meg vagyunk, megyeget a bolt is. Nice. Aztán ennyi, ti meséljetek, mi van veletek mostanában? Hát figyelj, rég voltunk a városban, annyi szent, gyakorlatilag én elkezdtem fuvarozgatni egyébként, de hát az semmi komoly, az csak így hébe-hóba. Ennyi, meg ugye múltkor még a szépségversenyen azt beszéltük, hogy elkezdtük a melót a fogadóirodába, azt a régen nem vált be nekünk. De mi, hogy nem vált be? Hát nem tudom, nem olyan... Nem voltok olyan szimpik, vagy hogy is mondjam, olyan fura volt az egész. Hát meg igazából nagyon nem is tudtuk, tehát nem is jutottunk el semmiféle komoly melóig, tehát nem arról volt szó egyáltalán, hanem tényleg csak ilyen közleménykutatást kellett végeznünk ugye a városban, meg stb. Aztán igazából meg volt beszélve, hogy fix összegünk van naponta, aztán annak csak a felét adták, aztán akartak pisztolyt adni, érted, egy fogadó iroda, hát teljesen meglepődtem, hogy az honnan van igaz. Meg hogy mi az, hogy pisztolyt fizetség neki, tehát ez nem hülyét kaptam. Van engedélyetek legalább, vagy valami? Dehogy van. El sem fogadtuk ezzel egy helyes, nem szabad. Akkor úgy nem szabad. Ja, drága az engedély, nem tudom, tudjátok-e, 50 000 dollár. Meg aztán, ha jól tudom, havonta még fizetned kell egy 20-ast. Szóval drágában. Kizsákmányolás, bürokrácia, borzalom. Hát tudod, a rendőrség bazzik, nekik is meg kell élni valamiből. Hát na jó, de az kicsit hardcore egyébként. Ja. Üljünk le, azt jó, mondom. Jó. Mindegy, hogy hova vagy, van valami teljesen preferált mindegy. Helyed? Jó. Teljesen mindegy, ahova szeretni. Akkor ide lekomra magam, Tobikám. Jaj. Nem tudom, hogy kell. Kértek valami inni, Anni? Én egy valami innivalót elfogadnék, köszönöm. Én nem köszönöm, most ittam. Én jól tudom, most a fogadóirodam úgy így félig megszűnt, vagy már annyira nem üzemelnek, vagy nem, rég volt ilyen bármilyen esemény is. Jól tudom. Volt ilyen, hogy is mondják ezt így. Leváltották a vezetőséget, ha jól tudom, aztán most nem tudom, hogy működnek-e még. Igen, ezt mondta is neked Tobi egyébként, hogy szerintem is valami ott megszűntek, vagy nem tudom. Uh-huh. Félig meddig. Hát de figyelj, azok a másik egyébként, hogy ugye elkezdték szervezgetni, nagyon szépen köszönöm. Elkezdték szervezgetni, csak itt, bocsánat, csak kicsúszott a kezembe az a szar. Tehát elkezdték szervezgetni a dolgokat, ugye, amikor jöttünk a városba, újak voltunk. Tök jó volt például a roncsderbi, az egy állati jó. Persze, megszervezett jó valami volt. Igen, az ott is voltatok, azt hiszem, ugye? Kinézhetek. Igen, így van, az jó volt. Az nagyon király volt, aztán utána lett szervezve egy ez a cross motor verseny, amit ugye mi próbáltunk itt a közleménykutatást azzal kapcsolatban végezni, és hát az egy igazi katasztrófa volt, nem is lett belőle végül is nagyjából semmi. Érte, valami kis szírsztár lett belőle, de tényleg abszolút ilyen elhagyagolható dolog. Azért mondom, hogy így végül is azt láttuk, hogy nem nagyon... Meg ez a szépségverseny is, az is mi volt. Ott álltunk valami, nem is tudom, másfél órát. Aztán egyszer csak megjelentek 10 perc volt, így a táblagépükön ott pötyögtek valami szírt szart, azt akkor kijelentették a nyertest. Tehát, hogy igen, tudom. Nagyon ilyen amatőr volt az egész. Így van. Meg ilyen komolytalannak tűntek folyamat. Abszolút. Na mindegy, zárjuk is le, teljesen mindegy. Ja, most amúgy mi is gondolkozunk versenyeket rendezni. Különböző motorversenyeket, csak gondolkozunk, hogy megfelelő rendezés legyen még. Ugye néztünk most crosspályákat a városba, pontosan nem a városba, városon kívül, csak mi nem ilyen kötött pályán gondolkodunk, hanem úgymond le lesz zárva egy útszakasz, és akkor majd azon kell átmenni, különböző akadályon ugrató, csak próbáljuk kijelölni úgy az utat úgy mond, hogy normális legyen, egy ilyen 5 perces lesz nagyjából egy kör. Abból lesz, hát ez még nagyon tervezés az van, de valószínűleg 3 körös lesz a döntő. Előtte lesznek elődöntős futamok, csak nem tudjuk, hogy mennyi jelentkező lesz. De ahogy így beszélgettünk meg bárkinek, mondjuk mindenkinek nagyon tetszik.
az ötlet. Jó, ja, hát ez rohadt. Ez nagyon király, lehet, meg főleg azt tetszik, hogy ilyen sprint versenybe gondolkoztok egyébként elsőlegesen, tehát az nagyon király. Amúgy most nézem basszus, hogy milyen komoly motorajtok lettek basszus, tehát eddig nem voltak ilyen... Voltak azért. De ilyen nagyok is, én ilyen chopperekre emlékszek, meg quadra, meg ilyen hát esetleg az a kurzoros. Valami új. Ez a BMW, ez tuti új itt szemben például. Nézzük meg. Meg a Nink Kavasz, aki ninja is tuti, hogy új. Szép, jó napot. Nem új. Jó az napot. Nem új? Jó napot. Hát amúgy ezek sem nagyon újak, csak meglegtek bütykölve, azt mondom, sokkal jobban mennek, nagyobb a kereset irántuk. Fú, te ez a Kavasz, az a ninja, hát én attól hülyét kapok, milyen jól néz ki. Atya is. Jól is mennek igazából a motor. Wow. És ezek milyen árban vannak egyébként? Hát a Ninja az ilyen 45 ezeres árkategória. Az nem is olyan rossz. A BMW az már 110 ezeres árkategória. Oha, akkora különbség van közte? Kettek hát között. Igen, de teljesítményben is. Mm-hmm. Nagy különbség van. Nagyon állatok. Brembo, fékek, oda nézzé. Igazából ami új, az például ez a Supermoto. Ez most nincs kint a cross motorunk, de van egy... Nem tudom, biztos láttátok ma hogy a cross motort, hogyha voltatok a cross motor versenyen. Persze. Kaptunk abból az új cross motort kaptunk. Meg ugye maga a cég kapott, vagy igényeltünk három különböző chopper fajtát. Mindjárt mutatom, gyertek velem. Jó. Muti, kíváncsi vagyok. Keményező milyen cumók ezek. Na ez a három az itt. Aha, de menő. Ezt a háromot. Ez csak... Hogy is mondjam, személyzeti motorok, ezeket nem áruljuk. Uh-huh. Értem, hát az a jobb szélső, az mindent az, hívva. Az a vezetői. Áááá, sejtettem. Az a tiéd? Hát most jelenleg igen, az enyém van kint, de... Áááá, az a kormány, Tobi, nézd már! Nagyon menő. Az lenne az első, amilyen pekes vagyok, hogy így megszúrnám magam ott vele, abszolút, érted? Abszolút. Kanyarban, érted? Fú, nagyon állat. Jó a készlet. Esetleg itt az úrnak segíthetünk, vagy? Igazából csak nézelődni jöttem. Rendben, nyugodtan. Szóljon, hogyha bármilyen tudunk segíteni. Jó, köszönöm szépen. Na, tehát szóval akkor ezek az visszatérve. Akkor ezt komolyan gondolkoztak ilyesmin? Persze. És akkor inkább akkor cross motorral gondolom. Hát, azon is gondolkozunk, hogy ugye cross motor, gyorsaság is, vagy ugye rendes gyorsasági futam nagy motorra. Nem tudjuk még, hogy csak nem akarunk ilyen nagyon bonyolultat, se semmit ugye az embereknek, hogy ne legyen nehéz felfogni, úgymond. Sokkal jobban jönnek az ilyen gyorsabb, úgymond egyszerű versenyekre, mint hogyha ilyen nagyon nagy bonyolult dolgot találnánk ki. Persze. Aztán hát figyelj, nem tudom Roland, te hogy vagy vele, de mi egyébként érdekes módon ugye milyen meglepő, éppen munkát keresünk elég veszettül. És hát szívesen segítenénk, amiben tudunk mondtad. De meg tényleg meg kérdezni akartam először is, hogy tetszik itt az új üzlethelyiség azért. De fél, ezt már múltkor is mondtuk, hogy állati, tehát ez a parketta, ez nagyon fire, nagyon jók a displayek, tehát nem tök jó helyen is van. Ja, hát nagyon... figyelj, ezt tudtuk itt összehozni. Erre nagyon kellett annó az a sok fa. Igen, erre hát, a parkettához, jó. Hát ajtók, ugye sok minden fából van azért, fa szerkezetes. Aztán, igen. A plafon is. Erre tudtunk szerezni ugye papírokat lényegében, szóval ez most már hivatalosan van, nem kell itt a rendőrségtől senkitől félnünk, ezt tudtuk elintézni. Ja, mert az előző hely az nem volt hivatalos, az csak így be lett foglalva, vagy mi? Mondhatni igen, nem volt túl hivatalos a hely. Aztán ezt tudtuk elintézni magunknak most. Hát azért ez jobb, meg jobb helyen is van itt a város közepén. Hát persze, meg van rendes irodánk, minden. Tök jó, egy kis garázs. Igen, ez profi. Hát meg jól is megy most az üzlet, szóval nem panaszkodunk tényleg. Na, azért is gondolkozunk ilyen versenyrendezésekben, nem is biztos, hogy pénzt kérünk el igazából érte. Igazából ilyen közösségi eseményeket próbálunk úgymond szervezni a városba, kicsit összehozni a várost, lakosságát. Rendben. Ne arra gudolom, de ezt felveszem. Csak nyugodtan. Én akkor kívánok, Csatos Samuel. Na, ki hívta? Várjuk meg. Na, bocsánat, elnézést. Semmi gond. Ebb is azt a hangerejét ennek, mert kibaszta a fülemet, nárak, hogy itt. Azt elhiszem. Szokott meglepő lenni. Na, aztán ha tényleg érdekel, akkor így... Természetesen, hogyha jöttök, akkor mi ki is fizetünk, szóval teljes árban, amit mi megegyezünk, hogyha lesz ilyen rendezés.
Szóval nem ilyen 50%-os, meg ilyen... Hogyne, hát érdekel minket minden meló, ami csak van, már eléggé földön futók vagyunk. Uh-huh. Persze, persze. Hát hogyha fia, te tudod, nyilván ti tudjátok azt, hogy, hogy belefér-e nektek az, hogy nem belépős a dolog, hát, nem olyan... Hát figyelj, szerencsére azt kell, hogy mondjam bele. Szóval azért nem tudom, most nem akarok felvenni kint. Azokkal a kocsikkal jöttünk most ide. Utána vettük ki a rendben a motorokat. Nézzük már meg őket, nyugodt, menjünk. Menjünk, nézzük meg, ja. Arról hattam nyugodt. Jól megy most a volt, azt kell, hogy mondja. Aha, látszik. És akkor van egy Cybertruckotok is még ezen felül, igaz? Így van. Atyaisten. Mi ez a taxi, a taxik szín? Na most ezt találtuk ki, mindig fessegetjük, most éppen minden kocsink éppen ilyen színben van igazából. Nagyon komoly. Nagyszerű. Nem tudom, mit, nem mondom most tényleg semmit? Nincs meló? Hát nincs, jelenleg nincs. Mondom annyi, hogy én fuvarozgatok néha, de az olyan, hogy nagyon ilyen magán dolog. Uh-huh. Tehát hogy nem is vagyok szerződésbe kvázi sehol. Érted, de van egy papír, hogy ugye most jött egy cég, egy ilyen fuvarozó cég, akik a taxizást uh-huh. akarják majd csinálni, és akkor be lehet bárkinek gyakorlatilag oda pénzért kerülni, ilyen tagságdíjjal, és akkor magán fuvarozni lehet. 12.000 dollár volt be a havonta, sok, igen. Sok az a pénz. Sok, persze, de én azt befizettem. De az meg abszolút kötetlen, tehát hogy nem is vagyok elköteleződve sehova, tehát hogy így uh-huh. azért mondom, az egy ilyen nagyon laza dolog. Mert ott már ajánlották azt, hogy jó, akkor felvesznek állandósra, és akkor limuzin sofőr, meg mit tudom, hogy azt azért nem, köszönöm. Úgyhogy ez ilyen laza, ez ilyen kötetlen. De azon kívül nem, nem nagyon melózunk. Á, persze. Na, az király. Ja. Hát akkor, hát nem tudom, most pénzforrás honnan van nektek? Hát tartalékaink aha. vannak igazából. Mondom, én a fuvarozásból szedtem össze kis lóvét azért, uh-huh. de... Kise fizetett rendesen a rendezvényes? Hát, hogy mondjam, igazából nem, Tobi, ugye? Úgy van, hogy az első napot azt rendesen kifizette. Az első a másik napot napnak, igen, a másik napnál már a pisztolya próbálkozott volna, és akkor mondtuk, hogy ezt nem kérjük. És a felét adta oda, ja. És a felét, de így mondta, hogy akkor a felét utalom jó, és mondtuk, hogy oké, olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy igazából fel sem fog kérni. És utána meg már, ugye 3 napra voltunk azt hiszem szerződve, és a 3. napról meg már nem is volt szó egyébként, ott meg már úgy mentünk oda, hogy akkor szeretnénk felmondani, köszönjük szépen. Igen. Úgyhogy ja, így alakult a mi... Nem tartotta magát a szerződéshez. De ti ja. ezt végig belúztátok? Nem, csak 2 napot, a 3. már nem, akkor mondtunk. Igen, fel. a harmadikon meg már ajánlott volna egy másik szerződés, és akkor mondtuk azt, ja, hogy hát köszönjük szépen, akkor nem. De ja, tehát hogy igen, ilyen így volt. Nem voltak korrektek, aztán igazából nem volt szimpatikus se, rossz érzés volt rájuk gondolni, úgyhogy így van. Úgy voltunk vele, hogy hagyjuk. Jobb így, akkor persze. Persze. Megértem. Jól van, figyelj Roland, akkor igazából bármire segítségre van szükségetek, akkor nyugodtan szóljatok nekünk. Yes. Ezt akartam mondani, akkor hogyha van melónk, akkor szóltunk nektek nyugodtan. Jó, szóljatok. Persze. Easy. Megvan még a telefonszámod, remélem nem törődött ki. Á, azért ellenőrizzük le szerintem. Írok. Jó. Ja. Megjött, remélem, faza. El is vagy mentve, fantasztikusan. Együtt járkáltok mindig, ugye? Hát ja, a többségben ja. igen, többnyire jó, igen. Jó. Akkor elég a telefonszámon. Úgyis van egy pár. Yeah. Jó, köszönjük látszok, akkor. Köszönjük, hogy jöttetek, és akkor majd keresni foglak titeket, ha van melóm. Jó. Milyen átgondolom amúgy most bent az irodában, hogy milyen feladat tudnék nektek adni. Jó van, jó. Köszönjük. Kis hát figyelj minden áron, tehát úgy mondjuk, azért ne találj ki melót, persze, azért, persze, igazán, persze, nem tudom, szükséges, tudom. Azért mondom, persze, nem akarunk azért élősködni, de tényleg, hogyha bármi van, akkor nyugodtan szóljatok, csicska munkákba bármi, tehát hogy gyakornoki állást vállalunk a motorboardban. Úgyhogy ja, tényleg nyugodtan, bármikor kerestek meg minket. Jó, szuper. Figyelj, akkor majd írok, hogyha tényleg van minden, mindjárt gondolom bent, hogy milyen melók vannak most, mire van emberünk, mire nincs. Jó, aztán okay. Visszaszólok majd. Oké, okay, köszönjük. Rendben. Nagyon na, köszi. Na. Dumálunk majd, akkor köszi. Sziasztok, hello. Ciao. Sziasztok. Hello. Hát baszki, nem nagyon lett most melónk, pedig azért azt hittük, hogy így akkor most már lesz valami. Na. Hát nem... Hát figyelj, mire számítottál idejünk, az azonnal akkor megyünk rabolni, vagy... Ne, hát én nem nyilván számítottam nem, ilyesmire. Nem, rabolni is senki, dehogy is, Isten ments. Csak mondom, hogy tehát én sejtettem, hogy most így beszélünk velük, aztán nincs azonnal az imelójuk, tehát... Így is tök jó fejek voltak egyébként egyáltalán, hogy szobáltak velünk azután, hogy...
Hát nem azt leszartuk őket, de hogy... Hát végül is, de leszartuk őket. Mondjuk. Hát igen, meg azért az a helyzet, hogy ők nem nagyon vannak jóba azokkal, akikkel mi smúzoltunk, úgyhogy... Hát legutóbb mondja csak. A látásom az nagyon-nagyon drasztikusan romlik. Add át nyugodtan a... Abszolút átadom. A volánt, figyelj. Ez micsoda? Tesó, Csotti és Rickson utalt nekem 5000 dollárt. Na. De ez micsoda? Ha onnan tudjam. Jó. Ja, jött üzenet Rolandtól, tesó. Na. Ráértek most? Passz, hogy ráérünk, hát ne bóckodjon. Zsír, akkor megyünk a Rolandék, ho? Hát, ha valami fasz a kis melót összeszedett nekünk. Na csá, ráérünk, persze, mi a helyzet? Aha, jó, kell valami ruha, vagy úgy jók vagyunk, ahogy voltunk? Gondolom nem. Jó, akkor sietünk, jó, akkor átöltözünk meg minden. Jó, oké, köszi, megyünk akkor majd, hello. Tesó, na. Kérlek szépen, az elnök megy motort venni. Aha. És hogy most kéne nekik segítség, mert kevesen vannak a boltban. De hogy valami azt mondta, hogy elegánsabb ruhát, vagy pedig, azt mondta, hogy motoros ruhát, vagy pedig elegánsabban menjünk. Hát nem tudom, mi ez a motoros ruha igazából. Akkor szerintem ebből legyen elegante valami full fekete a szavasz, nem? De valami milyen bizé? Öltöny vagy mi? Figyelj, valami farmer tudok elképzelni fekete pólóval. Ja, vagy, legyen ilyesmi. Vagy, na menjünk! Valami. Jó, menjünk. Ja, én vezetek. Jelölszél ruha boltot? Légy szíves. Yeah. Thank you. Tehát az elnök megy autót, vagy motort vásárolni, és mit csinálunk mi ott? Azt mondta, hogy segítség, szerintem igazából szerintem nagyjából csak ott állni fogunk, tudod, hogy látszódjon, hogy többen vannak nagyjából. Ja. Nem tudom elképzelni, mondom, annyit mondta, hogy milyen víz van itt, atyaisten. Ja. Tehát, hogy segítség kell nekik, ennyit. Majd mondja, ja, nem jó. Tudom. Kíváncsi vagyok. Figyelj, meg kell csinálnunk bármit. Persze, csak remélem nem azért, mert bír minket, és hogy izé, hogy minden áron hát, valami figyelj, kis... Látod, hanyan voltak? Hárman voltak összvíz, sőt, ketten. Ugye? Hát jó, de most egy motor... Jó, én nem értek hozzá, de hát egy motor eladáshoz hány embernek kell lenni? Ha hát, én motort figyelj. Akarnék venni, hát ott lesz a nem nekem Roland azt mondta, hogy nem tudja pontosan, hanyan fognak menni. Tehát lehet, hogy sokkal többen lesznek, és az viszont kellünk többen. Csak ja, hát lófasz nem tudunk az egész áruról, meg az árakról, meg szettem. Igen. Majd izgalmas alakul, meg milyen víz van, atya Isten. Nagyon durva, nagyon ugye? Komoly vízátfolyások. Én nem is tudom, mikor láttam ilyet utoljára egyébként ebben a városban, hogy itt így álljon ja. A víz. Még jó, hogy a Nivával jövünk, tesó. Az jó, sáros kellemetlen lesz. Lenne. Nagyon az jó. Az. Na, akkor valami elegante, mit tudom én, mit felveszünk. Én valami ilyen business casual-re gondolok. Majd zárd be. Ad olyan közösségi média függésem van, nem tudom letenni a telefont, bazzik. Hát, nem csodálom. Na, aha. Na nézzük. Összehetett ruhát. Ó, bazzik, el kell menni bolt. Tudsz adni lóvét? Ó, baszki. Mi a izét? Számla számod? De ne számlára küld, mert pont az a baj, hogy KP-m nincs. Tényleg, jó. És mennyi kell? Hát mennyi itt egy ruha, vagy hogy van ez? Ja, nem írja. Adj egy 500-at, aztán majd visszaadom. 243 van nálam. Hát akkor szerintem, akkor elmegyek bankba, bazd meg. Tényleg valami lazát kéne, semmi extrát szerintem. Igazából... Elegáns, hát... Milyen gatya az, ami... ez mondjuk... Inkább lenne valami farmer, a szevasz, nem? Ez mondjuk biztos, nem? Ez szerintem kellően elegáns. Lépőből valami... Nézzünk valami tényleg elegánsat. Jaj, ez nagyon jó. Oké, és akkor T-shirt... Or... Oda nézzé! Ennyi, nem? Ha most mit variáljuk túl? Szerintem minden más úgymond ilyen kis gagyika lenne, nem? Szerintem jó ez. Így. Kicsit kis. Elegant. Jó, jól nézel ki. Azt mondja, hogy nem. Oh! Na jó.
Ez így jó lesz. Kazuális elegante. Beírjuk, hogy kazuális elegante. Oké. Okay. Na, jó, nézzünk ki, srácok. Ne bóckodjatok. Ojojoj. Hello, szevasztok. Szerintem teljesen jó. Hát az autó az gyönyörű, mivel oda fogunk menni, de nézd meg. Na. Szerintem ennél elegánsabb igazából nem kell. Várjuk meg gyorsan a Samut és Zsatar. És hát ennyi volt ez a rész. Pénteken folytatjuk innen. Megyünk melózni valamit. Majd meglátjátok, hogy mit. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, egy lájkot nyomjatok. Hello, hello, szevasztok. As I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.